A feneketlen tó vízszint ingadozása nem hozható közvetlen összefüggésbe a metró építkezéssel, állapítja meg az a független szakértői tanulmány, amelyet pénteken sajtótájékoztató keretében hoztak nyilvánosságra a polgármesteri hivatalban. Az elmúlt fél év során mintegy 40 cm-rel lett alacsonyabb a tó vízszintje, a Műegyetem mérnök-geológiai tanszékcsoportjának kutatói azonban egyelőre nem tudták megmondani a változás pontos okát. A kerületi önkormányzat szeretné saját kezelésbe venni a feneketlen tavi parkot, és intézkedési tervet is kidolgoznak az eredeti állapot helyreállítása érdekében. A Műegyetem ezzel foglalkozó tanszékét kértem fel egy tanulmány elkészítésére, ez a mai nap rendelkezésünkre állt, ezért minden érintettet összehívtam egy egyeztetésre, ahogy gyakorlatilag megállapodtunk három nagyon fontos kérdésben, és azt gondolom ez rövid és hosszú távon is megnyugtatóan pontot tesz a feneketlen tó körüli, szerintem egyébként alaptalan hangulatokra. Az első és legfontosabb állítás az az egyébként, hogy a közvetlen kapcsolat, a közvetlen oka a metróépítésnek nincs. A mostani egyébként nem egy méteres, hanem a szakértők szerint 40-50 centis víz szint csökkenésnek. A három dolog tehát a következő. Én kezdeményeztem a fővárosnál, hogy átveszük a feneketlen tavi parkot saját tulajdonba. Ezáltal úgy gondoljuk, hogy mi magunk gazdaként is többet fogunk tudni vállalni az ügyben. A második, a vízpótlás ügyében megállapodtunk, ezt eddig érdekes módon egyébként a szakma nem támogatta, most itt jóvá hagyták, tehát rövid időn belül egy 3 kötőjel 5000 köbméternyi, ami majdnem 1 méternyi vízszint emelkedést jelenthet, vízpótlást fog megtörténni, mi azt vállaltuk, hogy ennek a finanszírozását magunkra vállaljuk, ez körülbelül 1,5–2 millió forint lesz. Ezzel párhuzamosan nyilván olyan méréseket is el fogunk végezni, ami adott esetben a vízpótlás után választ ad arra, hogy ha újra a víz elfolyik, vagy elpárolog, akkor éppen melyik ok miatt történt, ami történt. A harmadik pedig egy hosszú távú dolog, itt a főváros környezetvédelmi ügyosztálya vállalta azt, hogy a hét közepéig elkezd egy intézkedési tervet, ami a vízminőség folyamatos vizsgálatától kezdődően, a környék hidrogeológiai vizsgálata, a közműtérképek kialakítása, és mondjuk a konkrét műszaki eszközök telepítése, ugye például a szellőző, például a szökőkutatóra, tehát minden egyes elemre választ adnak. A bizottság fogja ezt tárgyalni, a Városüzemeltetési Fővárosi Bizottság, ahol ott van Étvári Bence és Lakos Imre is, és azt gondolom, hogy utána a szükséges lépéseket meg is teszik. A feneketlen tavi park tulajdonjogát egy másik, hasonló értékű, most még önkormányzati ingatlan átadásáért cserébe szerezhetné meg Újbuda. A fővárossal erről és a környezet rehabilitációjáról szóló hosszú távú intézkedési terv részleteiről ezen a héten kezd tárgyalásokat a polgármesteri hivatal.